Tehát a Manócska óvoda a mai napon nyílt napot szervezett az itteni magyar anyukák számára. Valójában mai napon tartottunk egy ringató foglalkozást, egy bemutató ringató foglalkozást, aminek már hagyománya van itt Nagyszétényben. 2018-ban indultak a foglalkozások a Cseperedő program keretén belül. Valójában heti rendszerességgel valósulnak meg. Tehát a Cseperedő biztosított nekünk egy tulipános ládát, melyet ma megkaptunk. Ezeket a játékokat itt fogjuk elhelyezni, itt fogjuk tárolni, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy erre is gondoltak, hogy valójában ezeknek a játékoknak egy ilyen szép helyet találtak. A Manócska óvoda nyílt napjára már elég régen elkezdtünk készülődni. Nagyon jó már, hogy a bútorok is megérkeztek eddigre, azokat most már az érdeklődők meg tudják nézni. A tapéta is elkészült, ugye az még korábban. A játszótér is itt van már, úgyhogy azt is tudják a gyerekek itt használni. Nem, a játékok még nincsenek elhelyezve, azt hagytuk a raktárba, hogy ne porosodjanak. Elég játék szerintem az, hogy itt elszaladgálnak idekint. Hála Istennek nem az épületnek a kivitelezésével voltak feladataink, hanem a tereprendezéssel. Az óvodában idáig a beiratkozási felhívásra 13-an jelentkeztek. A mai nap, lehet, hogy ennek a nyílt napnak köszönhetően egy anyuka szintén kért egy beiratkozási ívet. Hiánypótló ez az intézmény, és azért is nagy a szerepe, mert az iskola tőszomszédságában van, hogy egyenesen nem csak, hogy vizuálisan látják a gyerekek az iskolát, hanem valójában itt készülnek arra, hogy majd később az iskolát fogják látogatni. És nem elhanyagolható, hogy hosszú ideje már nem volt ennyi elsőse a Cétényi iskolának, hogy 10 elsőse van beiratkozva szeptembertől, akkor az azt jelenti, hogy van potenciál, van kivel foglalkozni.